said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Safe and sound after all this time.
Quiero dos guerras. ¿Qué? Ah, vale, vamos acá. Aló, aló, már vagytok. Többiek műtenek, én esetre megyek. Szavaztok srác, hogy Johnny Bravo felvette a szolgálatot. Sziasztok. Halló, halló. Ja. Segítsük az esetnél esetleg? Halló, halló. Halló. Vetsz a jelvényed, mert fent van? Mert nem látom. Ah, most jó. Szívcsó. Tamar, mehetsz egy idő esetre? Úgy tudom, hogy még nem. Ja, jó van, jó van. Igazából okay. Én a tesómmal szoktam mondani. Aha. Nem tudom, most amúgy merre le. Hát én sem. Most tudom, hogy ki a tesód jelenleg. Johnny Cash. Ja, hogy Cash-e, ha? Nem tudom, hogy már van. Lehet, hogy a műtőben van. Gyere, nézzük meg. Kezelés. Tessék! Micsoda? Miről van szó? Hogy meg tudják-e nézni, hogy itt folyamatik-e ez kezelés, mert a barátom lehet, hogy állt itt a város. Nem, az újraesztés sikeres volt. Hatták a kórházba. Ja, hogy őt műtik? Na igen, szerintem. Mindjárt megnézem. Valaki, akinek sprintere van, az most kint van jelen pillanatban a kórház előtt? Nem tudom. Elfogadtam. Elfogadtam. Hova szól a hívás? Kimennék én is. Visszamegyek akkor. Nekem van egy sprinterem, oda tudom adni a kulcsot. Rőt várlak, William azt hiszem, te akartál jönni velem. Hol vársz, bocsi? Zola messze előtt vagy, hol? Igen, már itt is vagyok. Jövök. Adjam oda a kulcsot, itt van nálam a sprinteré, azt lehet vinni.
Esetre megyünk, de utána majd igen, elkérem. Akkor várjál, mindjárt odaadom, és akkor... Már eljöttünk. Oké, rendben. Bazd meg! Basztom én! Szóljatok, ha visszajöttetek, akkor... Keci, nem láttam. Na, én sem. De az meg szembe sávisolt. Igen, de... Jól van? Hogy érzi magát? Napot. Ó. Valaki tudja fogadni a hatos hívást? Vigyázzon magára, tovább viszél napot. Ilyet nem csinálom, ja micsoda? Basztom, mert nem is láttam a gyereket, geci. Szabad szép napot. Nagyon-nagyon tűnt, köszönöm. Ilyen, már látod gyorsan? Jó, szépen lehajlok ide az úriemberhez, leteszem az esetáskámat. Szépen megpróbálom kibújtatni a gulyállom elejénből, majd kiveszek egy textilvágódot, ezzel szépen levágom a felső ruházatát. Ja, hogy magánál van az úr? Vagy el van állulva? Meg vagyok. Ja, hogy magánál van? Csak lefeküdtem, mert rattunk fel. Ja, meg azt mondtam, hogy elájult. Milyen fáj jelenleg? Hát, nagyjából minderem, de legfőképpen a kezem az nagyon. Á, értem. Tudja mozgatni? Hát, a jobb kezemet azt igen, a balt azt nem. Értem. Nem? Így van. Jöjjön, a jobb kezénél fogva megpróbálom felsegíteni. Szépen, háromra. Jó. Oké. Megkísérem önöket. Sziasztok. Kinyitom a hátsó ajtót. Biztonságosan be tudjunk szállni. Hello. Kicsit besegítem az úriembert. Várjál. Ez a szájt. Igen. Először én. Csak besegítem az úriembert. Rendben. Csak óvatosan. Render kollega be tud szállni egyébként. Akkor nem. Majd jön a sajátja. Igen. Közben bekötjük az úriembert. Történt egyébként, mondjuk ez hülye kérdés, úgy őszintén. Hát, volt egy küldözésen, azt utána jöttem visszafele, megpróbáltam ezzel az autóval, nem mentem még se, ugye nem volt megszokva. Azt kihúzottam az egyenesbe, megyiknek, de fékezni. X-el! Vagy elszállt, hogy valami fékpov, de nem volt a helyén, és nem tudtam lefékezni egyszerűen. Ó, basszus, az nem jó dolog. Ment az autó, és... Rendben, gyorsan ki is. Szállok, kinyitom az úriembernek az ajtót, óvatosan kisegítem, és át is adom a kollégámnak. Jó, jöjjön velem. Ja, mi megyünk tovább esetre? Mehetünk, mert még van 2 vagy 3 hívás. Igen, a hetest... hetestel is fogadtam. Ja, jó. És mi van az úrral, ha? Eltört a bal keze valószínűleg. Hát ez szíves. Ezt a kurva istenben most már, geci. Igen, vak vagyok, de már másodjára. Vakon van ma, szegény Alex. Bírom, nem tudom most mi van amúgy. Hogy nézem magát az úriember, bármi fájdalom? 12-es látás. Jó, basszus. Átnyújtok az úriemberek egy fájdalomcsillapítót, egy komplex B6 vitaminnal, ez majd segíteni fog, illetve egy kolt vizet. Johnny, addig csinál a tudatét. Megkérem, hogy vegye be, segíteni fog. Vagytok srácok. Johnny, ellátod az úriembert, hogyha szükséges, meg mindig esetre sietünk. Hát, 3 FPS-re az konkrétan. 3 faszom FPS. Valaki tudja, hogy még kell ez a híváson. De kapcsolj videót, hogyha legalább belemegyünk valakibe, akkor legalább legyen egy kis másik. Igen. Azt is nem... Ja, hát jó, itt már kint vannak, várj, akkor melyik volt a következő? Hát ez volt az utolsó. Ez volt az utolsó? Nem értem, hogy fogadták el. De hát, hogy itt volt véletlen, aztán pont sikerült. Ja, meglát. Nagyon mindegy.
Hát a gószer előtted már. Igen, igen, ez még egy kocs, és már itt lángokba fog állni. Aztán meg elviszem az egyik sprintert. Jajajaj, megint. Na hát itt miért lenne a szerelő? Hát, hogy le fogunk szerződni a izékkel, a Lost Amcsisekkel. Mondták, hogy kell még egy hét nagyjából egyébként. Mire ők is összeszedik magukat, meg igen, meg beállnak, ugye, hogy rendes meg legyen. Aztán lehet, hogy összeszedjük őket. Az nagyon viszont deka szerelő nincs. Meg tudod nézni nekem légy a telefonodon, hogy hol van, szóval a HKS-be kéne lennie. Ja, megnézem, tudom. Rolyt neki. És nem. Lényegében mindenhol kéne, hogy legyen. Amúgy. Olyan egyébként, hogyha nem hajtanál ki rendesen a fejemben lévő kártyát. Baszki, most meg 70 FPS. Nem értem azt. Mindegy. Hát ő mindegy telepen kéne lenniük. Sikeres újraélesztés, a hatosan szégyettem, megyek vissza a fornázban. Jó, most jöttem, hogy csak egy szerelés lenne. Jó. Nagyon jó. Van a potrom? Jó nap. Kötök? Szerintem a kollégája már csinálja az autónkat. Ja. Csak a Mercit néztem. Végeztem az autóval. Lemossam esetben. Köszönjük. Nem szükséges? Ja. Úgyis garázsba rakom, ki akarom vinni a sprintert. Meg olyan majd követlek izével. Skodával. Akarok egy ilyen izét, vezetés, mit tudom én, milyen tréninget tartani. Kicsit szórakoztassuk a izéket. Most úgyis sok próbaidősünk van. Nem nagy tudsz igazából, csak végig kell menni egy pályán, aztán csókolom. Majd lebeszélem még jegességkel, csak ugye kell ahhoz a sprinter, mert most ezzel könnyen beszélek, hogy itt végig megyek a pályán, aztán a sprinterrel meg lehet, hogy lehetetlen. Szerintem lerakom, az a baj, nem 10 perc. Engem tegyél ki. Ja, jó, jövös. Jajaj, húha, most azt hiszem kiszálltam előbb, kösz. Cash. No, Johnny the Cash. Végig kitölt össze a Skodámat, te voltál? Vegyed már magadat, te kinyitott a szarokat. Öreg, itt van a sprintered, vagy akinek van sprintered? Nem tudom, most viszi be a garázsban. Én vagyok. Neked melyikhez van kulcsod? Kem ott ahhoz, ott áll a kicsit. Ja, jó van. Akkor jó. Te is azt használod inkább, van úgy? Persze. Legjobb. Hát én most már nem tudok dobozos használni, adtam az új kollégának. Ja, amúgy nálam is van két dobozos, szóval ezt majd felajánlom, mert nekem nem kell amúgy. Jó. Mert van nálam egy, faszom tudja miért rendszáma, de majd kéne beszélnek egy főnökkel, odaadom nekik ezt a két kulcsot. Elvileg van bent egy főnök, úgyhogy az a... Kicsoda, Norbi? Nem, Norbi, azt tudja, valaki van.
Az, izé, Taylor vagy az, mi a neve? Az Alex van bent, azt tudom. Van itt egy valami vezető? Te is vezető orvosok technikai. Jó, tudom. Na. Tudom, mi, érted? Tudom, mi na! Rajta, na! Jó, nem szabad. Verere. De hol vannak? Azt mondd meg inkább, hogy hol vannak? Érted? Ki vannak esetleg? Ne idegesítsél már fel. Te idegesítsél, mert pofán basszak, lehigyed szegyből. Állj már nem. Emberket írtam. Johnny Cash. Amúgy jönnél velem inkább esetekre. Én veled? Inkább a halálra. Igen, hát én is így gondolom. Elszízzék. De inkább a halál, de akkor is meg tudlak menteni, érted? Toto vagyok, visszajöttem a laborból, meghoztam az eredményeket. Jó, van rendben. Jobb, te ne feszüljél, ha amíg te én nem ütlek meg, addig te se ütsz meg, megértetted? Johnny Cash. Ami tényleg oda kéne adjam ezt a két autót az ujjaknak. A szólsz Nordinak, én szóltam Nordinak, aztán adattam a kocsimat. Ja, már nekem nem kell úgy mondom. Maximum egyet hagyok, tudod, hogyha véletlen hát, ugyan. Hát van kettő doboz, és elvileg egy lehetne. Hát elvileg egy lenne, de mégsem. Ja, az kemény. Mint a KC-le. Így van? Johnny Cash, mesélj valamit nekem. Hogy telt a mai napod? Hát, unalmasan. Á, jó van. Hallod, Alex, nem találkoztál valami főnivel? Szerintem jelen pillanatban csak mi vagyunk ketten, vagy hárman a legmagasabb beosztásban. Ja, de valami izére gondoltam, tudod, ilyen tulajdonosra vagy vezetőre, igazgatóra. Ja, nincs. Viszont 18-kor azt hiszem lesz ez a rally event. Már izé, az az igazság, hogy van kettő darab dobozosom, és nekem maximum egy, de még lehet, hogy az az egy se kéne. Abszolút, most én is ez miatt szemettem, én is dobozosom. Hát figyelj, ma kidobod a kulcsot, szerintem, vagy odaadod a vezetőt. Ja, nem akarom kidobni, odaadom inkább, és akkor ugye odaadják másnak, ugye az ujjaknak. Mm-hmm. És akkor engem kiúznak a dobozosról, és akkor van két plusz dobozos, amit ki lehet adni. Merre? Elmentem. Oké. Okay. Na, szóval, hol tartottunk, Johnny? Johnny-kám, hozzá? Azt kérdezed, milyen napom volt? Ja. Unalmas. Unalmas, hát bazd meg. Hát egész láttam, egész nap tanítgattál be? Mit akarsz? Ja, na, már kettő ember. Igen? Hey. Tessék! Szerelődnék. Mi nem. Ez probléma. Hát de geci, hogy jön, amúgy, de hol vannak geci? Amúgy izé, szerelhetsz egyet, hogy gondolod, én kifizetem. Ja, jó van, majd az sodámra kéne egy szerelés. Oké, uram. Hát ez lesz a felső. Hát ki volt égve egy csöppet fel. Hát, van ez így. És vettél valami szekeret, William? Vettem! Hát most nem tudom, mit láttál amúgy. De vettem egy kedvéleket CTS-tek, nem mutattam azt neked. Hát azóta nem, benne nincs pénzem. Érted? Amúgy megy, az bazd meg. Pénz is kell hozzá. A fizetésed amúgy van. Micsoda? Mi volt a kérdés? Így a fizetésem.
Hát most elég jó, 13. Na, szép, 9 millió kettőt. Ja, most elég patika. Úgy hamar is szén a lóvé. 13 millió kettőt kapok, így. Ja. Neked 26 millió. Ja, igazából. Helyre igazítottam egy gyereket, nem tudta, hogy kivel beszél. Na, kicsodát? Hát egy szerelő gyereket. Még lebaszott minket, mi az, hogy késre értünk el. Mondom, itt egy egyébként tudok. Ne pofázzál, mikor érek ki. Mondom, nem csak ti vagytok esetesek, bazd meg, aki ezt kikül megy, mondom, rajtatok kívül még van 20 ember. Hájó. Mondom, kurvára fog be a pofát, ide a szaros kocsit, bazd 20 mi ugye ő már... Ilyen kemény volt, öcskös. Hát micsoda, hát én velem nem szórakozik senki. Ott volt a Norbi is, meg ott volt Alex is, ha jól tudom. Norbi az biztos, az igen, volt, sem, az igen. Hát én velem nem szórakozik egy patkán sem. Egyelőre még én mentem meg az őseiket, nem ő az ennyi, ők az ennyi. Hát így van, így van. Mondtam neki, hogy még egy ilyen hangnemet megenged magának, mondom, fő se szerem az ennyi. Hát ez hogy nem fog ide visszajönni a szerelő? Hogy nem fog visszajönni. El kell ugrani HKS-es. Hát már HKS-es volt amúgy. Ja, hát akkor menjünk már. Hát szerintem Lost MC volt. Hát menjünk, az ennyi úgyis össze van törölt, bár nem tudom, hogy mi törtölt össze, de össze van. Menjünk. Most külön kocsival jöttök? Na persze, hát ezzel megyek, hát ha már van nekem is. Munkáj rá csétek. De ha lezártam, nem biztos kitől nyitni. Hát, az baj. Mi akkor ide szerelőknek? Fogok ide neked egyet. Hát bazzik, ezt nem tudom kinyitni amúgy. Viszak ez a nagy probléma. Jó van. Ezt a behívjuk, hogy ezt a csodát kérdezően, nem tudom. Á, jó nagyokat. Ezt kéne fölhackelni. Ez lenne nagy igazság. Rendben vagyok. Fogad kívánod, Dr. Lászok, megkész jogat barát. Jó nagyot. Nagyobbat. Még nagyobbat. Hello. Százszor nagyobb. Haha! Csináld meg azt a kultára működni. Akkor az van, ha ezt megcsináltad még egyszer fel is, valakinek be kell ülnie mellé, és akkor lesz jó. Tudom, mert máma én tudja. Ott hozz te felreg, itt van rádión? Kicsoda? Dr. Reg. Ti elvileg most már jónak kell menni. Na, most már ez jó. Köszönjük, uram. Köszi, uram. Visszavisszük. Hé! Jaj! Uram, mindjárt egy szerelést is csinálna, ha megkérem. Egy szerelés még kéne. Azt majd a...
Telepen tudok csinálni. Mi itt nem lehet szerelni? Hoztam magam a taska. Ja, értem. Jó. Érteni, uram, érteni. Jó lesz itt. Oké. Okay. Na fel kellett törni. Elromlott az áram. Nem szabad ezeket a szarokat bezárni, mert elromlik az áruk. Szarskoda. Ha most semmi, csak ne záródna be mindig. Úgy értem, hogy ha bezárom, akkor ne ragadjon be a zár. Amúgy nincs bajom vele. Felkopna az árut, ezt felzik élen. De amúgy nem csak ezzel van a probléma, hanem az összes ilyen. Elsőre sikerült, aztán mégsem, mert visszazártam azon. Ez az automatikus zárórendszer elég szemügyi pedig. Nem mondom, hogy jó. Kinn a kis piros kocsinál is mindig ez. Mi újság? Amúgy keres? Amúgy semmi. Keresett. Nem tudom, hogy két alakit keresett, mert fehér kocsival, azt hiszem. Többen is mindig hozzám jönnek, hogy téged keresnek. Tehát mikor? Tegnap is szóltak, hogy hárma, hogy keresnek, hogy ilyenek, elmondtam, hogy már elmentél azután. Hogy kidőltél itten egyszer, meg aztán mondtad, hogy még. Jön ez. A rádiómban ezek lehet hallani, ez itt nem bőj, nem boldog. Egy percet kérdés. Öreg, itt vagy közben? Olyan helyzet amúgy veletek. Köttem kb. 3 percet. Aklimatizálódott. Értem, értem. Én meg holnap is megyek nagy dolgozóba. Fejbe. Meg holnap után is azért. Még ráadás. Bejött az élet. Hát persze. Hát de csak hétvégén, az a baj. Tovább fizetik, nem? Ja, mondjuk a vasárnapokat igen. Te lesz a lóvéval. Ja. Vagy nem. Látom, itt is nagy az unalom. Csináltatom új tetoválásokat. Tegnap izé volt a műtéten, leszedettem magamról. A hátadról szó. Nézd meg, szép új tetkóim vannak. Van egy ilyen, ilyen. Oldalt, látod? Mit akar az ábrázolni? Ez semmi? Az csak egy ilyen. Homályos, mint az év, vagy csak lehet, hogy szemüveget kéne vennem? Hát lehet. Nem hiszném, hogy homályos. Nem homályos egyáltalán. Homályos, hanem úgy maga, úgy nem látok semmi alapot rajta, csak egy ilyen pacnit. Ja. Hát nem tudom, ezt minek hívják, mi Mauri tetoválás talán? Szem lenne a közepén, vagy nem tudom mi az középen a szem. Hát valami ilyesmi, meg itt a kezemen egy ilyen ördöglány, vagy nem tudom milyen. Meg a jó nagy szűz Mária, érted? Az. Az mindig kell. A csajt azt ki tudom venni, azt lehet, hogy ezt látom. Jajjaj. Szűz Maris. Maris.
akkor venni az inget, hogy közben jelesekelek azt a néhány akadból azt tehát a szkópot. Hát figyelj, az így megy. Vázni, ez nagyon gyerek. Alek! Érted. Vezető fórvosként már ezt is meg tudom csinálni, érted? Hogy így inget lekapom, úgyhogy rajtam van a stetoszkóp. Na mi van? Nagyon rám feszültél. Na nézzél. Miért nézzél? Halló, van itt halló, halló. Halló, 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 öreggel nem találkoztál, William. Öreggel utoljára tudod, hogyha hol láttam? Ja? Már mellett veled akar beszélni. Megyek ki akkor, várjál, megyek ki. Hallod, ezt le lehet ültetni ezt az autót? Nézzük már majd. Le volt ültetve? Le volt teljesen ültetve, Diamond. Á, jó az. Akkor már legyen. Pont ez volt a cél. Ugye lehet, ez nem is mentő autó. Csak ugye... Hát, ki tudja? Lehet, hogy nagy rally autó. Érted? Amúgy full Diamond. Várj egy kicsit. A szirénában áll. Diamondos, a fék is. Váltó is. Igen. És is páncél is. Benne van. Azt a kutya most... mindenit. Ez az utca de sötéti, hogy de sötéti. Ja? Ezen csak a központi zár nem Diamondos. Na jó van akkor. Központi zár? Igen, hát azért ragad benne, ja, nincsen igen. Feltuningból. Hát ez a baj, ezt nem is lehet. Jó van, megnézzük mi van a Zomsnál. Aztán, hogy úgy van, akkor visszajövök. Töltögetem a boltot. Ja, nekem is lehet, hogy meg kéne nézzem a sajátomat. Hol van? Mi? Hol van? Hát gyere, be, megmutatom. Szájbe. Nem tudod elmondani? Elmegyek. Ja, végül is sem el tudom mondani, mert ott van a ruhaboltnál, amúgy. Talán is jönne, hogy álltam, itt az a legutóbb, de... Aha, aha. Tudom, melyik az. Ja, ott van, az az enyém. És jó, mi volt voltam? Hát most, nem tudom, egy hét után szoktam ilyen 2 milliót kiszedni, kávé. És árulsz minden? Aha, hát illegált nem, azt nem akarok. Te abban van a lóvét pedig. Hát elhiszem, de nem akarok bajt bele, de. Jaj, te magas voltál, pénz a legfőnök. Ja, mondjuk izé, most bejelentettem a boltomat, bár nem értem meg, de bejelentettem. Hát 5 milliót fizettem a bejelentésért, érted? Hát jó, de hát az ember úgy van, hogy minek fizesse azt az 5 milliót is, hogyha nem hozzá. Hát jó, na mindegy. A hölgy nálatok dolgozik? Nem, de ja, azt akár mikor is lehet. Földem. Ó, jaj, te vagyok dolgozni, hogy közelebb jöttem már meg is látogattál csak minket. Milyen szép vonás. Ja, akkor ismerik egymást, értem, értem. Persze, távolban nem, ruhában nem ismertem meg, de egy most meg. Jaj. Elnézést. Na jó van, Joki, jó legyen, majd találkozunk. Csá, csá. Azt a mindenit? Az egy gyengén beakadt. Azt a kutya mindenit? Kérlek szépen nekem ez már hol?
Valaki fogadja a 8-ost, vagy fogadhatom? 8-ost elfogadtam, ha. Gyere visszaértem akkor a fordal, gyere visszaértem! Nem szép dolog elvinni az összes hívást, kedves! Agresszív vagyok, muszáj elvinni az összes hívást. Hát most már gyakorolsz a versenyre, mi? Te! Persze, már reflexben. Stefan, visszatért, Archie, tudunk beszélni? Archie az nincs. De akkor valamilyen magas vezetnek, akkor gyere, de vele kéne, hogy beszélni. Magas vagyok. Jó, jövök egy perc, csak kijöttem esetre a kollégával. Nyugodtan. Utána jövök egy, szerintem egy 10-15 perc maximum talán. Szépen. Oh, hello, reg! Hallod? Arra jelent. Te figyelj, nem tud a rangba kapcsolatot, tudsz valamit intézni? Ha sürgős, akkor viszont dobok egy telefon, számod azt, akkor be tudjuk ott is beszélni, ha úgy van. Meg, hogy hívj? Az liderek tudnak annyi rangot. Ha valakivel én beszéltem nemrég rádión, mondták, hogy rákérik a srácra a rangot, hát szegényként már azóta is, ugye be lett tanítva. Most már kéne vigyem esetre csinálni vele egy tesztet. Hát jó, milyen stúdják intézik. Szerintem, hogyha a Discordon megkérjük rá, utána még mindig mondjuk úgy szoktuk, hogy még akkor megvárjuk, amíg megvan rajta a Discordon, mert utána meg valamelyik annyira, amikor meglátja, ez lesz. Ja, én ezzel tisztában vagyok ezzel a menetével, csak nem tudom, hogy rákérték-e. Igen, meg úgy hogy applikációs neve micsoda? Amúgy lesz izé? Mondjad neki, légy. Abramba. Abramba, mindjárt megnézem. Ebben egy telefon domok ki, vagy tűnne van? És menjünk esetünk. Ez ugyanaz. 9-esre megindultunk. Ugyanaz, mint az előbb. Jaj, ja. Én 15-öt mentem már magam. Esetre kifele. Kellett mennünk izére a másik kettes határon túlva egy kicsivel. Húha, kicsit furán ülök bent hátul, nem? Picit, ja. De nem vészes úgy, így is szabad. Annyira nem vészes, most annyira ez nem sokat nyom rajta. Elfogadunk ilyen szart nézettel. Most ez a 10-es is, ez is ugyanaz. Ha Johnny Bravo, te már régóta bent vagy itt a frakcióban, nem? Már régóta. 17-ös. Hát akkor mit csinálsz még mindig próbaidősként? Igazából az ünnepek alatt én nem tudom. Ja. Aztán jó. Ha jó, mondjuk, az kell hozzá. Széli Nordival aztán valamit csinálunk azért. Hát te már elég régóta próbaidős. Kitalált egy vizsgát, aztán, hogy amikor itt voltál nálam, hogy akkor nem voltunk fesztélt. Nem, hát nem azért mentem le hozzá, hogy elvészem. Sok idő. Ez igen. Rexi, merre vagy? Esetleg látsz még el? Megszokott. Ah, ide szól. Na, hajrá, hajrá, hajrá. Ide szól az eset és nincs itt senki? Hát akkor az leves. Be kell nézni, hát. Thinking about you and I've been thinking about our love and how much I miss you.
Az a baj, hogyha nincs itt senki, akkor még csak meghúzni se tudja, hogy lássuk, hogy ő az. Akkor lehet, azt mondjuk, hogy elszobul már. Tudod, nem tudni. Gyere, Gyuri! Gyere, Gyuri! 9-es eset híváson nem találtunk senkit. Na és a másik ide szól szerintem, de próbáljuk meg azt is. Hát, ha az máshol szól. Igen. Mármint, hogy a 10-est, mert az is hát, ugyanarról a számról jött. Azt akkor jelölt ki. Ugyanaz? Az fel a hegyre szól valahova. Nem, a katonaság. A katonaság. Na. Hát akkor let's go. Ja, akkor ezt tudom, hogy hol lesz. Ez akkor izé, közmunkatér. A közmunkatér? Aha, az a közmunkatéren lesz. Merre megy, hogy nem voltam akkor? Hát az a baj, hogy én sem tudom, hogy merre kell oda bemenni. Hol ezen a helyen volt ilyen? De ez nem volt? Ja, értem, ha. Valahol itt volt, igen. Ajánl. Van-e? Próbáljuk meg. Itt van-e? Halló. Dika Péter, te hívtál minket? Aha. Nem bazzik, de miért nem szólt a rádió? Ja, értem. Ám mi meg nehezen találtunk ide. Szállat, hogy körbe mentetek 8 millió szó. Meg lent futkostunk. Peti, hallod? Majd kéne beszéljünk. Már is most is beszéltünk, mert igazából csak annyit akarok, hogy van nekem kettő sprinterem, mind a kettőt én odaadom, hogyha úgy van. Adjátok ki az újjaknak. Jó, van baszki a kulcsot a kukába, vagy a szépbe rak bele. Ja jó, csak írjátok le rólam őket. Nekem ennyi a lényeg. Jó, jó van, amúgy is holnap vagy ma lesz újra csinálva minden garázs, szóval új kocsit lesznek mindenkinek, új rendszámok van mindenki. Igen, hogy? Lesznek új... több... Én aztán megcsináljuk fel a gyorsan. Ja, hogy több Skodák is lesznek, meg ilyenek? A vezetőségi viverest is elérjük egy nagyobbra, és akkor nem vezetőségiként használjuk ezt sem. Mondjuk egy jó pár Skodát még rakhatnátok be amúgy egy... Úgy akarjuk egy minimum egy 20 vagy 15 darab sprintert majd. Igen. Többit meg okos beelesztjük. Csak meg kell egy számolni, hogy hány... Hát akkor, hogyha most ezt megcsináljátok, akkor igazából teljesen fölöslegesen csinálom ezt. A helikopter rész meg megcsinálva, 5-10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 -
Hát rugdosni össze-vissza 270-nál. Akkor igazából nem is izé az a... Menjön egy kört az autópályán, amikor majd... a defilátor ja, felé megyünk újra a hátrányzat. Ki kell dobni, hogy mindenki a csapon mindent. Meg így legalább tudod a régieknek. Jó, Reg, akkor megoldottam a hitchhieldet is. Jajjá. Elkaptam, van még esetleg valami? Ennyi, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Remélem egy kicsit ez a társaság ez maradni fog most egy ideig. Elébek egy picit, aztán majd este leszek még, csak van egy kis dolog. Már ezt nem lehet tudni már. Na, sziasztok, srácok, jó. Szüntetés normális volt, aztán egy napet. Sziasztok. Nagyon szívesen kibasztam. Tegnap is nem tudom hallotta, de hogy olvastad, de mi volt. Tigri előtte ennek vele egyszer, gyere vissza. Mert visszaélt a rangjával, nem adni nem tudom. Ja, tudom, azt hallottam, hogy mi volt. Azt azért felhívtam, hogy beszéljük már meg, hogy ez mi volt, nem akartam semmit ezt egy figyelmeztetés áraknak. Azt mondja, hogy jövőre szarja ki is úgy, hát nem mondom, hogy ki vagy baszva. Ma hát találkoztam itt vele a kórháznál. Kurva ennyi. Én utána rá 3 órára rájött a Norbira, hogy hát megbeszélni még itt csak a dolgokat. Mondom, most már nem lesz is szere szerint. Köszi puszi! Hát egy profi így vezet. Vezettél? Ja, hogy ki kéne kössön magam. Igazán.
Total gondolatok ám ilyen balfaszoknak vezetési tanácsokat, meg ötleteket, tippeket. Kilyen, milyen balfaszoknak rám gondolsz? Hát, például neked. Szok ki a faszt. Szeretnéd? Nekem egy fogmosást neked egy öröki volt. Hé, hagyjad magad. Azt azért nem gondoltál bele, hogyha kiverom a faszommal fogadat, akkor mivel fogsz utána szotyítni a büdös köcsög? Először ne veszél fasz, buddy. Na. Utána beszélj. Gyere kávézni inkább egyet, hogy verjem a fogad közé. Hagyjad már, mondom először, valamit ne veszél, utána beszélj. Ilyen kemény dolgok. Bocs. Ó, geci. Pont ugrottam egyet. Egy százas. Bocs. Mit vegyünk? KR Lattét? Ígyunk egyet, na. Hello, hello, megérkeztem, ja. Csókolom szó. Szevasz, William, milyen kocsival? Bazzak, de mi a... Ja, tudom már mi a baj. Adott Peter. Ez az elsősegi izé nem jó, hogy nálam van. Gyorsan be is kötöm a sebeimet, mert... Már az összes helyet elfoglalja. Az összeset. Hát az elsősegi doboz. A segélytáska. Ja, neved is van 5 darab a izéládákon? Hát szerintem egy van, de az is elfoglal az egészet. Aha. A kötszer foglal el kurva sokat. Igen? Hát a kötszer az 5 darab jó. Egyet adatok neked? Dobd ki az összeset ide a kukába, egy kötszer nem kell, hogy legyen nála. Hol van kuka? Egy kínálod a kutat. Vétel. Tökéletes. Hogy van ez? Ezt ide. És kidobunk mondjuk 4 kötszert. Akkor megvan, hogy mi a baj. Hallod izé? Ja, hol van? Most nincs is itt Peti, bazdmeg, neki kezdtem el mondani. Elmehet elkötszert. Tigri, gyere vissza! Hol van? Nem neki rádió, meg lehet, hogy itt van. Ja, csak megvan, hogy miért nem tudtam izé tegnap zseblámpát venni, azért mert nálam volt egy rakott kötszer. Tegnap én sem tudtam venni. A kötszer az nagyon nehéz. Hát bazeg a faszom, többet nem veszek fel kötszert. Ha majd az 5 kiló. Gyere Johnny, elmenjünk izé lámpáért. Én nincs között. Na zsa. Gyere, bravo! Fiat... Ó, oh, geci! Nagyon van akkor. Ott egy ajtó. Á, no ugye izé szaggat az a zsebben meg ilyenek, azért nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy izé... Srácok, valaki most éppen a vezetőségi Mercedes-szel van kint eseteken, vagy valami? Egy vezetőségi Mercedes ott van a kórház előtt amúgy. Ezt vágom, de nem tudom ki. Na, HKS-ben vagyok a én Mercedes-nál. A Mercedes-ben melyik? Te szájtottam. Tessék? Nem te tetsz rájtod? Hát jó, de elmehetünk közé. Elmenjünk ide le. Kirászok, hogy a bank mellett itt van a megnézzük a Latin Kings-et. Majd a Latin telepet. Napot. Jobb napot. Megettetek? Hát igen, egy szerelést. Jó. Jó,
Jó, hogy te menj, ez nem lehet itt a probléma. Van az ügy, hogy látom, hogy elkezdettem, hogy nem betűnő, hogy itt a vezérnő figyelz már tág. Szépen leveszem innen ezt a csavart, szépen letekerem. Húzós kulcsal, de szépen a csavarokat leteszem magam mellé. Bemegyek a raktárba, kihozok egy vezérműfélt, szépen felhelyezem, azt borítok rajta egy teljes kört, hogy teljesen passzoljon, azt visszatekerem szépen a csavart, jó erősen meghúzom, jó, kihúzom a nivópálcát, látom, hogy az olajfény nem megfelelő, szépen aláfekszek az ótó alá, teknőből szépen kitekerem a csavart, leengedem ide magam mellé az olajat, jó, ide kiteszem oldalra, majd szépen a teknőből visszabetekerem a csavart, jó erősen meghúzom, vagy föntről elkezdem beletölteni a prémium minőségű olajat. Jó, elég is, majd a régi olajszűrőt szépen leveszem. Itt vagy öreg! Magam mellé az új szűrőt szépen felteszem, felhelyezem. Vezetek, úgy nem tudom beszélni, kocsik. Jó, majd szépen beülök a kocsiba. Az adott kábelt rácsatolom a laptopra. Mindjárt egy mosást is létszik. Jó, megnézzük a diagnosztikát, úgy látom semmilyen hiba kódot nem ír. Tökéletes mosás, kihozom ide a gödörbe a vizet, szépen habos vizzel elkezdem az ótót átdörzsölni, itt a bal első sárhányónál is, itt a felnyit is szépen, így az első lökhárítónál is, itt a peremekkel szépen végigmegyünk, így jó, itt a bal oldali hátsó ajtónál is, itt szépen, hátsó lökhárítónál is, hátsó ablakot is. Meghívja Levit. Mondja, öreg. Erre vagy? Tudunk beszélni a recepcióval? Ja, jó. Sima vízre leöblítem. Vagy száraz kenyőre elkezdem az egészet átszerűgetni, ne legyen vízcseppes. Kollégával elmentem, zsebláltatlanul is. Itt a kerekek teljesítem. Szépen a felnőtt is szépen végig körölgessük. Normálisan jó. A kilincseknél is szépen végig megyünk. Jó, majd kap egy szép kis polérpasztát, aztán kiért körbevegyek vele rajta, hogy szép fényes legyen. Itt elől is az első motor hátfetőnél is szépen itt végig. Jó, majd beülök, kezdem a kis portívózást, kiportívózom a kocsit. Jó, majd a műszerfal szépen leállom a műszerváltalóban. Jó, hátsó üléseket és a bőrüléseket szépen leállom a bőrápolóban. Szépen beledőrsülünk szépen szép fényesre. Jó, hát igazából majd jól lehet készítés. A 12-13-as csigolyanak van egy kis kockobásom, amit műteni ki. Oké. Kész van, meg vagyunk. Oké, köszönöm. Hívesen. Uram, maga szerintem félre is hal, mert nem azt mondom, hogy érte. Olyan fülészes is, mert szerintem félre hal, de... Nagyobb halló van a fülemben is. Értem én, hát akkor így már jött a fülemben. Jó van, viszlát uraim, vigyázzon a hangot. Köszönjük szépen, hogy itt volt a pitozlátásra. Viszont látjás. Jaj, már megint? Bazeg, még jó, hogy nem tört le az ajtó, bazeg. Faszom. Óhelyen vagyunk mi. Az ajtó most megint külön életet él. Hát ezen a kocsin, igen. Hát jaj, meg. Nem tudod becsukni. Na, jó van. Te nem csukod így. Tudok, ezek aztán toppon vannak. Mindig toppon vannak. Miért meg se? Meg volt állítva a motorja. Tiszta nap. Nincs rajta van.
Hallod öreg? Kéne folytassuk a délelőtti programot. Már nem nagyon, mert a másra jelenéktől. Holnap folytatjuk. Aha, te ki akarod magad húzni a dolgokkal, a kicsárukat, hogy ilyen szállt? Ha, nem tudom. Bele fogom magam a kihúzni. De tényleg folytatjuk, hogy egy kicsit, hát itt vagyok. De van egy kicsit, hogy megerít, hogy ott vagyok, hogy ott vagyok, hogy már jövök. És utána megy. És utána megyünk. Értem. De viszont holnap minimum 3 órán keresztül ezt fogod csinálni. Azt meg ennyivel imáma. Persze. De amikor mondod, hogy vagy akkor lesz. Hát kettő régetem, csak félig menik. Akkor hogy nem érsz rá holnap? Nem tudom, hogy nem. Jó van, regény, viszont egy olyan 6 óráig, akkor elmenek, mert van pár dolgom. Nyugtán. Pedig itt a városban lévő kollégákat is emlékeztetném, hogy 6 órakor eventezünk. Jó? Még. Nem volt esetem sem. Na figyelj, Laci, majd akkor majd páros sesi után találkozunk. Jó, rendben. Oké, és na, akkor addig szél. Várja, van egy eset, gyere el. Uraim, ki megy ki? 11-esre viszem az új sát. Nyugtáztam, köszönöm. Valaki tud menni, mert rongyal amortizált át az autómat, nem tudok. Ó, menni. Megyünk, akkor intézzük. Hanyas eset? Elfogadtad 11, már? 11. Elfogadtad már? Sajnos igen. Jó, ott akkor mondd meg, hogy körülbelül hol van, légy szíves. A kórház mögött ott az új szerelőknél. Jó, oké, akkor megyünk oda. Oké. Okay. Nem kell jönnöd neki, hogy pont balesetesztem előtt, hogy el tud rögülni. Vettem, nyugtáztam. Segítség, Péter! Nem kell segítség, ennyi előre, köszönöm. Lesz 6-kor város újra gondolás, meg ilyenek. Egy fél óra múlva, ha minden igaz. Kérlek szépen egy Honda Stelitot a Latin Mechanics-ba. Nem beindul. Autómat nem hanyagságból hagytam így a garázsba, hanem azt írta, hogy el lehet rakva, úgyhogy... Olyan bogálság van neki már. Halló.
Megvagyok, pillanat. Tak mám strany, jak tak mě rokalbo. Tizennyolc-nulla-öt fele föl lehet jönni már itt a busszal itt a városban? Akkor már igen. Az szép volt. Jetsz. Mit csináltatok? Semmi, le akartam rakni, de megint ilyen bogaras aztán, hát vízszintesbe állítottam. Ez függőleges kérdés. Valami függőleges. Valami olyasmi, igen. Tehát erről majd lövünk egy képet, azért az vicces. Kérek egy képet, William.
reklám után folytak. Valaki egy képet lőjön. Mit mondol, hát? Két képet, hát. Köszi, át tudod küldeni? Ja. Ja persze, milyen néven vagy itt? A Tigri, mindegy a Tigri. Oh, oké. Okay. Küldem. Köszi, köszi. Kedves Edwin Nagy. Hello, bocs, megkalt a hangszállam, Mizu. Szebbet és jobbat, kérem szépen. Épp eszé. Hogyan tetszik lenni? Ahhoz mit szól amúgy? Egészséges, szerintem. 10 perc kérdője. Ja, a villanyhoz kapcsolatban fönt a kórházba szobákba lehet látni. De nem, nem tudom, verek. Valaki az sem más lehet, hogy fordja. A bogaras cucc, de hát most... Ez az. Hát megbarítottam a kocsin. Van az egy animáció az ajtónk el, és az minden olyan erős. Na jó, fél óra múlva talán majd 15 perc múlva, tiszteletem. Ronalex látja a szolgálatot. Haló, nem tudom miért ülök ebbe az autóba, ez nem az enyém. Hát én sem tudom, hogy miért ültél be. Én amúgy. Nem tudom. Nem az enyém. Na az jó. Hallod? Meg a rendszer sem ismerős. Visszaadnám a kulcsokat, te intézed a kocsikat, nem? Milyen kulcsokat azt vissza? Ne adjál vissza semmilyen kulcsokat. Ja jó, van már izé. Van két mentőautó, ami igazából nekem nem kéne. A két dobozos. Igazából tartsd meg majd, hogyha gáz van, akkor... amit szólod, de most nálad baráthatom, max kedom másra, ha mentél össze ennyi. Hát jó, csak azért gondoltam, hogy akkor írt le rólam, és akkor az üresen van, és akkor kiadhatod másnak, érted? Hát akkor gyorsan, fél pillanat. Szóval, hogyha mondhatom, hogy melyikek azok. Meg a dolog. Na, mondom, van egy 2 darab sprintert akarok leíratni magamra.
Van az RXB 362. RXB az egy Toyota. Akkor nem azt? Várjál. Várjál, bedagok, meg kell keressem, pillanat. ICR 914-et. Akkor várjál, van a KBM 352. Az lesz az izé Sprinter. Igen, van még, opá, rosszottam. Meg a JCR is nálam van. JCR is. JCR is az enyém. Akkor azt is? Ja, vagy is, nem tudom, valamiket megtarthatom igazából, az nem lényeg. De azt mondta a mi a neve? Ah, nem jut eszembe, hogy Mice újra csinálja az egész garást. Szóval igazából. Nem tudom, mennyire lényeges ez most. Hogy új rendszámok lesznek meg minden. Tehát most... addig jó. De emlékeztetem, hogy a hétvégén meg fog történni, szóval... Mindegy, addig kösz. Odaadom. Kösz, kösz. Most lesz hatkorai zé? Privát cuccunk? Ugye? Azt hiszem. Azt hogy viselkednek a srácok? Jó, minden jó, nem rádióznak, szarul. Teljesen jó. Nem rádióznak feleslegesen. Jaj, nincs gond igazából. Mi ez lesz, azt nem tudod esetleg? Hogy micsoda? Röbi lesz-e most, mert nem tudom, nem nagyon. Írt nekem. Igazából őszinte leszek, nem tudom, hogy mi lesz, mert én nem nagyon olvastam utána. Valami rallyzé lesz, most rallyzunk egyet. Tudom, hogy ja. Hol. Pillanatot szeretnék kérni, mindjárt jövök. Megnézem ezt a kocsit ki. Halló! Halló! Ajaj! Mindjárt izé van. Lámpaoltások.
Az lenne nagy igazság. Reggel a 12-es segélyhívás. Halló Norbi! Egyelek meg. Jaj, azok most jönnek a hívások, amikor izé. Már eltettem az autót. Hát ez szégyen. Hát ez szégyen! Most el kell menni a gyors a garázsba, de miért erre megyek, azt mondjuk nem tudom. Az meg. Na! Mondjad Norbi, na! Az meg. Valaki fogadta az utolsót? 12-es lett fogadva, a 13-as még nem, azt légy szíves nézzétek meg, köszönöm. Jelenleg a kaszinó mellett vagyunk. Már is nézem. Hú, bazza, mi történik itt? Ja, vágom. Vágom, vágen zip. Hú, hallgatsz. Tényleg nagyon sok hívás jön. Ha fogadjunk autópályán lesz ez bazd meg. Ja nem, itt van. Jó nap, kell még ide mentős? Kell még ide mentős, jó napot? Nem. Úr, az előbb az úr itt volt, de szerintem mindjárt jön vissza a városba, csak így eltűnt egy pillanatban, nem? Ja, de akkor... Ja, jó van. Ja nem, már mindegy, már úgysem fog ide visszatérni az úr, értem. Ja, értem. Nem, itt feküdt, de aztán nem is tudja elszublimált. Jó van. Oké, okay. Bye. Ott van még egy sérült el a BMW-nél. Vágom, csak ott már elszublimált az úr. Te vele végeztünk akkor. Jó, az összes hívás ide jött? Nem tudom, 5 vagy 3-4. Szép napot uram, hogy érzi magát? Egy hullaszájtot szeretnék a pozícióra, köszönöm. Johnny Cash visszatért. Nagyon jó. Mindjárt térhetünk is el, de a városból, mert újraindítás lesz fejben. Geci, idővel jöttem vissza, jól van akkor. Hát igen, Johnny Cash. Figyeltem az órán. Johnny Cash, te! Nem is hiszem el, nem is akkor hiszem el. Akkor visz majd jövök. Bazeg, valamiért az alertboxom nem megy, bazd meg, és nem tudom, hogy miért. Akármit csinálhatok vele, geci, nem működik. Első hiszem, bazd meg, Norbi, segítsél már, bazd meg. Fasznak nem működik ez. Geci, már két alertboxot is betettem, egyik sem működik. Adom, nagyon.
Bazeg, esküszöm, tesztben működik, ide be, berakom, élőben meg nem küldi be az alertet. Hát bazeg, ki vagyok égve rajta. Esküszöm neked. Szeperik vezető fős lányás szolgáltat. Szintén. Zenész. Szia uram. Hú, magát még nem is ismerem. Találkoztunk már? Igen. Ja. Lehet. Szia. Bálint? Szia, aha, hát már átlettem keresztelve már. Na, mi lett az új neved? Miller. Miller? John John Miller. Az de igen. Millernek. Ez valahonnan ismerős ez a név. Az lenne igazság. Hogy ez ismerős nekem ez a név. Ezt nem egy filmből kapta? Nem, de most így belegondolok, hogy a másik városban nem szoktál le. Tessék? Másik városban nem szoktál le? Nem tudom. Mindegy. Jó van. Ah, már megjön jött hívás. Jó van, most nem lesz mentő. Na, és mi van a eseménnyel? 6 órakor lesz. 6-kor lesz állítólag, de izé után, lampoltás után. Na, megint? Na, de én most elhagyom a város, majd jövök utána, jó? Jó. Ajaj, na jó van, addig izé lesz. Tudom, mi lesz a teendő. Mindjárt. Addig izé, agarponti jó, vagy micsoda? Vagy micsoda? Mindjárt adok képet. Az egy jó is lesz. Haha! Lesz-e nektek? Agarponti jó. Mi kell még ide, bazd meg? Más nem is kell talán. Na, mi így van, bazd meg? Óha! Wow! Na, gyerünk! Nem bírtok vele. Geci! Mennyi van itt, bazd meg? Jajaj! Ajaj! Az baj! Az baj! Ne! Geci! Ha! Nem. Gyere ide, buzi. Nem eszel meg. Te kis buzi. Jaj, geci. Ujjj, az problémás. Ujjj! Geci, az probléma. Gyere ide, Veribans. Geci, 76-dik vagyok. Azt a kurva élet. Húha. Ezek meg fognak enni engem a gyászba. Meg fog baszerintani engem ez. Hú, geci, mi van itt az?
geci nagyon élem. Ó, geci! Ez probléma. Ez probléma. Na, még egyet. Vagy lehet itt izé, várja, meg lehet osztani valahogy, nem? Nem? Értem. Valahogy lehet csinálni party módot. Na, most ez meg lesz. Baszottam. Az Isten veri meg. Hey. Ja, mi van? Azt hitted mi? Ó, geci! Azt beszívtam. Hogy lehet izé? Nazsa? Hát csak nincs parti, bazd meg. Na most miért nem megy? Ja, hogy kéne parti ember. Hát az nincs.
Egyszer voltam első. Hú, geci, nagyon megyek. Oh,
Bazd meg, az arra jó. Bazd meg.
Закатите на глазма. But his love was only from my heart, 'cause from yours was a fake one. Liar, liar, that's who you are. Under your skin, you're so cold and blue. Liar, liar, that's what you are. Didn't you know my victory? Don't she Алло.